Az iskolánk nagyon jó felszerelt volt a mezőgazdasági gépállománya, a gépészete, és ezekkel rendszeresen ugye részt vettek a diákok, maguk is megtanultak traktort vezetni. Több évtizeddel ezelőtti fényképeket mutat Németh Péter, a Balatoni Múzeum igazgató helyettese, egykori nagyvátis diák, az iskola alapításának 75. évfordulója alkalmából rendez nagyszabású kiállítást jövő tavasszal. Az intézmény múltjából számos tárgyi emlék maradt fenn, ugyanakkor a kiállítás szervezői kíváncsiak az egykori diákok, pedagógusok által őrzött fotókra és történetekre. Keszthely nagymúltú intézményéről van szó, így a Keszthelyi Balatoni Múzeum kell, hogy rendezzen egy ilyen kiállítást, hiszen nagyon sokan, több ezeren végeztek az egykori nagyváti falai között, így ők joggal elvárhatják, hogy valamilyen módon megemlékezzünk erről az iskoláról. Olyan sok anyagunk összegyűlt, tárgyi anyagok, dokumentumok, képek, viszont kíváncsiak lennének, hogy az egykori diákoknál, egykori pedagógusoknál van-e még olyan tárgyi emlék, amit szívesen felajánlanának a kiállításra? A jogutód iskola igazgatója Csoltár András rendelkezésre bocsátotta azokat a hivatalos iratokat, amik megmaradtak. Lángi Péter, a nagyváti iskola egykori igazgató helyettese mutatja azt a kötetet, amely az intézmény történetét mutatja be 1945-től 2005-ig. A könyv jövő héten jelenik meg a széles közönség számára. A kötet fényképeken, leírásokon keresztül mutatja be az iskola életét, a sporttól elkezdve a különböző versenyeken való részvételen át, egészen a felnőtt képzésig. Szerencsére készült egy dolgozat az első 30 évről, dr. Mandó Károly kolléga, aki a felsőfokon tanított, jelentette meg, és kölcsönadta nekem. Korábban az iskolában is megvolt, de azt hiszem, a kölcsönzés viharai közepette valahogy elkallódott. Aztán voltak fényképek, az első 10 évről például, azok mesélnek sokat. A diákok készítettek egy kis összefűzhető albumot, a fényképek, meg szövegek is szerepeltek. A nagyváti iskola történetét bemutató tárlat 2020 tavaszán nyitja meg kapuit. A Balatoni Múzeum munkatársai kérik mindazokat, akiknek bármilyen tárgyi emlékük vagy történetük van, hogy bocsássák rendelkezésre. A tárlat bontása után a kölcsönzött tárgyakat természetesen visszaszolgáltatják.